A szakmák éjszakáján többek között egy vulkán létrehozásával mutatták be a Lóránffy Zsuzsanna szakközép és szakiskolában folyó képzések sokszínűségét. Több intézményhez hasonlóan a Lóránffyban is lehetősége van a 8-os diákoknak az úgynevezett rendkívüli felvételi eljárásban részt venni. Ez lehetőséget ad azoknak a diákoknak, akiket nem sikerült sehova se felvenni, illetve nem vettek fel arra a helyre, ahova jelentkeztek, hogy újra szakmát választhassanak, iskolát választhassanak. Jelenleg nálunk az iskolába, a környezetvédelmi ágazatra, az egészségügyi ágazatra, a szépészeti ágazatra, szociális ágazatra, illetve a képzőművészeti ágazatra hirdettünk meg rendkívüli eljárás szakgimnáziumi osztályban, illetve a szakközépiskolában szociális gondozó és ápoló és női szabó szakmára várjuk a gyerekeket. Az igazgatónő hangsúlyozta, a rendkívüli felvételi eljárásban ösztöndíjas szakokra is felvételt nyerhetnek 8-osok. Ösztöndíjas szakmánk a szociális gondozó és ápoló. Ez 3 éves képzés, szakközépiskolai képzés. A jól tanuló gyerekeket akár 30 000 forinttal is tudjuk támogatni havonta. A rendkívüli felvételi eljárásra való jelentkezés határideje május 13-a.